Szép estét kívánok! Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésben már megszokhatták, hogy időről időre a Virágos Magyarország mozgalom, ugye előtte Virágos Magyarországért mozgalom volt, most már Virágos Magyarország mozgalom különböző történéseivel foglalkozunk. Járt itt már nálunk Spanyárné Halász Szilvia főkertész, aki régiós vezető, tehát a mi vezetőnk, és volt Bocsi Andrea is a vendégünk. Most pedig egy olyan vendéget hívtunk, aki nagyon, de nagyon büszke lehet, hiszen egy olyan település polgármestere, amelynek egyébként is csodájára járunk, leginkább nyáron, de persze más időszakokban is, ugyanakkor azzal, hogy elérték azt nagyon-nagyon sok munkával, hogy elnyerhették a fődíját a Virágos Magyarországért versenynek, azt hiszem, hogy teljesült leghőbb vágyuk az ott lakóknak és mindazoknak, akik ezért nagyon-nagyon sokat tettek. Tehát egy rövid bevezető után vendégem Tósok Imre, Tihany polgármestere. Nagy tisztelettel üdvözlöm a kedves tévénézőket. Nem szeretnék nagy szavakat használni, én szerelmese vagyok a Tihany környékének. Én azt mondom, hogy Tihany egy ékszerdoboz, semmi túlzás nincs ebben, a Félsziget, a Bencés apátság, az Echo, a Kálvária, az őslevendulás, a gejzírmező, a Ciprián forrás, meg annyi gyönyörűség külön is. Tehát amikor valaki megméretteti magát egy ilyen versenyben, hiszen itt egy versenyről van szó, akkor nem pusztán ezeket az adottságokat használja ki, hanem mert az tévhit lenne, hiszen ez egy adottság először is. Ezt kell olyanná tenni, hogy szép legyen a szemnek, az ott élőknek és az odalátogatóknak egyaránt. Hogy kezdték? Hát hosszú utat jártunk be, míg idáig eljutottunk. Azt el kell mondanom, hogy 2009-ben indult a településünk utoljára a Virágos Magyarországért versenyen. Azóta nem indultunk, csak 2016-ban ismét. 2009-ben egy külön díjat kaptunk, a Magyar Turizmus ZRT-nek a külön díját, és akkor a zsűri, amit megfogalmazott számunkra, tulajdonképpen azokat messze menőkig, igaz, hogy 6 évünkbe tellett, de messze menőkig megfogadtuk és betartottuk. Akkor leginkább azok voltak a problémák, hogy a növényesítés, a kerti virágoknak a kiültetése, a tájépítészeti megoldások nem nyerték el az akkori zsűrinek a tetszését. Azóta nagyon sok fejlődés és fejlesztés valósult meg a településünkön, hiszen 2010-ben a Tihanyi Legenda projektnek köszönhetően megújult a településünknek a központja, rengeteg új park, közterület jött létre, és 2016-ban ezért is gondoltuk, hogy megérett a település arra, hogy újra megmérettessük magunkat. Meg a másik oka az volt, hogy ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően nagyon sok szép elismerést kapott a településünk. Ha megengedi, párat kiemelnék ezek közül. 2014-ben az Európai Falu Megújítási Díjnak az első helyezését hoztuk el, és erre azért vagyunk nagyon büszkék, mert közel 26 éve tagja Magyarország ennek a nemzetközi szervezetnek, és nem csak magyar település, hanem még a volt szocialista országokbeli települése tudta ezt a versenyt még megnyerni. Tehát nagyon sokat dolgoztunk ezért. 2014-ben még a Magyar Urbanisztikai Társaságnak a külön díját is megkaptuk, valamint a közterületi nívódíj pályázat első helyezettjei lettünk. 2016-ban Hildíjas település lett a településünk, és aztán megnyertük ugye a Virágos Magyarországért versenyt is, és ennek köszönhetően az idei évben a Magyar Turisztikai Ügynökség feltkért bennünket, hogy induljunk az európai megmérettetésen is. Igen, a Entente Florale Europe versenyen, ahol a nézőknek mondom elsősorban, ahol a fődíjas város és a fődíjas kisebb település jelen esetben Tihany indulhat. Sokan, ahogy az imént elkezdtem, azt érez, bontsuk ki, sokan abban a tévhitben élnek, hogy egy ilyen településnek, mint Tihany, nincs szüksége egységes fejlesztési koncepcióra, egy tiszta és világos stratégiára. Most én bizonyos vagyok benne, hogy igen, hiszen az imént felsorolt díjak is annak a munkának az eredményei, illetve következményei, hogy elindultak valahonnét, és aki tervet mond, bár tudjuk, hogy csak eshetőségre gondol, de ehhez nagyon, ez önmagában az adottság az kevés. Amikor figyelembe vették azokat a feladatokat, amiket szeretnének elérni, akkor nyilván ez a stratégia megszületett.
Ehhez viszont, ugye azt már mondtuk, hogy nagyon sok munka kell, de hogy kezdték? Hiszen önmagában egy önkormányzat, az önkormányzat munkatársaihez kevesek, meg kell értetni az ott élőkkel, a polgárokkal, hogy bármennyire is kedvező helyzetben vannak, az infrastruktúra az nem tart örökké. Tehát az épített környezetre igenis szükség van. Ez így igaz. Ez is egy hosszú folyamat volt a településünkön. Én 2006 óta vagyok a településnek a polgármestere, és 2007-től azzal szembesültünk, hogy nincs a településnek egy hosszú távú fejlesztési stratégiája. Akkor nagyon gyorsan kellett lépnünk, hiszen akkor már a 2007-2013-as Európai Uniós fejlesztési ciklusba jártunk, ki voltak írva azok a fejlesztési pályázatok, amelyekre azonnal reagálni kellett. Akkor Ibüldíjas építészekkel, a civil szervezeteknek a vezetőivel és a képviselőtársaimmal közösen hoztunk létre egy középtávú fejlesztési stratégiát, amelynek a mentén próbáltunk pályázatokat összeállítani és fejlesztési forrásokat lehívni. Ezt meg kell, hogy mondjam, sikeresen is tudtuk megoldani, de én már akkor tudtam, hogy ez kevés. Tehát ahhoz, hogyha az ember egy hosszú távú fejlesztési stratégiát akar megalkotni, akkor azért sokkal szélesebb társadalmi elfogadottságnak kell lennie, és ezért nagyobb körbe kell bevonni az embereket a stratégia készítési folyamatba. És éppen ezért 2012-ben elindult nálunk egy olyan koncepció készítési folyamat, amely szerintem egyedülálló Magyarországon. Akkor még egyedülálló volt. Nagyon bízom benne, hogy több önkormányzat követi egyébként a példánkat, mert ennek az volt a lényege, hogy nem csak a civil szervezeteknek, az egyesületeknek a vezetőit vontuk be, hanem a helyi lakosokat, az üdülő tulajdonosokat és a vállalkozókat is. Bevontuk a stratégia készítési folyamatba, és mediátorokat hívtunk segítségül, akik ezt az egész folyamatot levezényelték. Hiszen azért azt tudni kell, hogy konfliktus nélkül nincsen településfejlesztés. És a mediátoroknak pontosan az a feladata, hogy ezeket a konfliktusos helyzeteket kezelni tudják. Én úgy gondolom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, amikor ebbe belevágtam. Azért azt is meg kell mondanom, hogy egy kicsit aggódtam ettől, mert azok a polgármester kollégák és képviselők, akik tudják, hogy hogy működik egy közmeghallgatás, akkor azt hiszem, hogy sejtetik, hogy mit éreztem akkor, amikor felmerült ennek a stratégiai készítési folyamatnak a felvázolása, de úgy döntöttem, hogy vágjunk bele, és még egyszer mondom, ez egy nagyon-nagyon jó döntés volt. És a 2007-es és ez a 2013-as koncepció között az volt a különbség, hogy sokkal nagyobb lett a társadalmi elfogadottsága, mivel egy szélesebb kör tudtunk megszólítani. A végeredmény tulajdonképpen ugyanaz volt, tehát ugyanazok az erősségek, gyengeségek jöttek ki a tárgyalások során 2007-ben és 2013-ban is, de még egyszer mondom, a társadalmi elfogadottsága sokkal nagyobb lett ennek a 2013-as koncepció. Igen, egyetértek önnel, hiszen több mint ugye 1994 óta kis ilyen negyed százados ez az akció, ez a történet, a Virágos Magyarország történet, és néhány éve végig kísérjük, és látjuk, hogy egyre népszerűbb, tehát egyre több település száll be. Ez annak is köszönhető, gondolom, hogy a lakók, ahogy Tihanyban is megértették, hogy önmagában az, hogy Félsziget, meg a Nemzeti Park, apropó Nemzeti Park. Mennyit segít a település helyzetén, hogy a Nemzeti Park önmagában is felkészült hasonló projektek, beruházások megvalósítására, vagy megóvására? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Azért, mert a fejlesztési stratégia készítése során azért nagyon sok nehézséget is okozott, az bevallom, az a nagyon sok megtisztelő cím, ami Tihanyra jellemző. Hát ugye Nemzeti Park vagyunk 2009 óta. 1997 óta Európa diplomás terület vagyunk 2003 óta. Az első tájvédelmi körzet vagyunk 1952 óta. A világörökség várományosi helyszínei között szerepel már Tihany. Natura 2000-es területek sokasága, a
műemléki területeknek a sokasága, és azért ez a sok megtisztelő cím azért okozott nagyon sok nehézséget is, amikor a fejlesztési stratégiánkat megalkottuk. Mert azért oda kellett figyelni, és vigyázni kellett ezekre az értékekre, amelyek jellemzők a Tihanyi félszigetre. De én úgy gondolom, és mi azt valljuk, hogy a Tihanyi félsziget az önmagában már egy turisztikai attrakció. Tehát itt a legfontosabb fejlesztendő dolgok a közterületek, az elhanyagolt épületek, a légkábelek földbehelyezése, tehát azok a programok, amik még inkább esztétikusabbá tudják tenni a települést. És erre is mentünk rá egyébként a Tihanyi Legenda projekt fejlesztése kapcsán, hogy új tereket, új burkolatokat, a légkábeleket a földbe helyezzük, új utcabútorokat helyezünk ki a területekre, és innentől kezdve teljesen megváltozott a műemléki területnek egyébként a látványa. És ennek köszönhetően egyre több vendég érkezik a településünkre. Az egyre több vendég egyre több autót hoz. Na most az egyik legnagyobb probléma kis településen a turisztikai szezonban, bár Tihany ez egész évben így van, gondolom, hogy miként tudják elhelyezni, hogy az épített környezetet, a gyönyörűségeket látványban ne rontsa el a rengeteg parkolóautó. Mit tettek ennek érdekében? Igen, a Legenda projektnek egyik legfontosabb eleme pontosan az volt, hogy a település központjába megszüntettük a parkolókat, és kitoltuk a parkolási lehetőséget a település perem területeire, és egy sétáló pihenővezet lett tulajdonképpen a műemléki terület. De a hosszú távú fejlesztési koncepciónkban még szeretnénk még nagyobbat álmodni, és két fogadókaput szeretnénk a településünk határából létrehozni. Az egyik a 71-es út mellett, ezt mi projektnéven Apáti fogadókapunak hívjuk, és a Tihanyi rév fejlesztésével szeretnénk további parkolási lehetőségeket létrehozni a rév környékén, hogy itt mindenki tegye le az autóját ezeken a területeken, és majd elektromos buszokkal szeretnénk behozni a műemléki területre a településünkre látogató vendégeket. Nyilván sokan berzenkednek majd, de se baj. Én azt mondom. Én úgy gondolom, hogy ebbe bele kell vágnunk. Én most nem azt mondom, hogy a világ minden pontján jártam már, de Európában azokon a pontokon, amelyek akár az UNESCO világörökség részei, én mindig nyitott szemmel járok, hogy ott hogy oldják meg egyébként, hogy oldják meg egyrészt a parkoltatást, másrészt pedig a turistáknak az irányítását és az információval való ellátását. Én úgy gondolom, hogy senkinek nem lesz ez probléma, hogyha a település perem területén kellett tennie az autóját, és onnan megvan oldva neki a műemléki területekre való beszállítása. Essék szó szakmai kérdésekről. A közízlés változott, másmilyen virágokat szeretünk most már a közterületeken, azért ezt valljuk be, és ezzel természetesen lépést tartanak a kertészetek is. A halász Szilviával, tehát Spanyárné Halász Szilviával, a mi főkertészünkkel már számtalanszor beszéltünk arról, hogy ők is változtak, mi is, és ezzel együtt akkor jó végigmenni itt a városban. Nyilván itt más a helyzet bizonyos értelemben, hiszen van a belváros, a lakótelepi rész, mint egy egységes településen, mint Tihany, ha mindig odaillik. Figyelnek-e arra, hogy az évszaknak, az évszakoknak megfelelő, illetve a környezethez illendő virágok, fák kerüljenek. Most a levendulát hagyjuk, mert a levenduláról azért azt nyilván külön kell, hogy beszéljünk. Igen, természetesen, de mondjuk azért ezek annyira szakmai kérdések, hogy én azért a növényfajtákat, meg a virágfajtákat nem tudom felsorolni. Tehát rábízza magát a kertészet. Hát természetesen, a polgármester azért nem érthet mindenhez, de meg kell, hogy mondjam önnek, hogy levendulát az előbb azért ugye említette, hogy a cél azért az, hogy a közterületek nagy részén azért a levendula jelenjen meg, hiszen ez már Tihany arculatához hozzátartozik, de azért természetesen azért a színes virágágyások, amik a szemet gyönyörködtetik, azokat meg kell jelentetni egyébként a közterületeinkkel. Turizmus. A turizmusból él Tihany tulajdonképpen, és ez így van rendjén. A lakók mennyire barátkoztak meg ezzel az új rendszerrel? A civil szervezetek gondolom segítettek ebben, hiszen az önkormányzat és a civil szervezetek akkor járnak el helyesen, ha kart-karba öltve teszik, amit tesznek. Ez nem újdonság Tihany számára. Sőt, azt kell, hogy mondjam önnek, hogy
a 85-ös, 90-es évek idején sokkal nagyobb tömegturizmus volt jelen a Tihanyi félszigeten. Tehát ugye ennek igazából a német egyesítés vetett véget, mert azt megelőzően ugye itt találkoztak a kelet-német és a nyugat-német családok a Balaton partján, hogyha én azt mondom önnek, hogy akkor több mint 300 ezer volt a vendégészaka szám Tihanyban, ugye akkor még volt kemping is, aminek a helyén megépült aztán a Klub Tihany, akkor azért ez egy bődületes szám. És hogyha azt mondom önnek, hogy ez 2007-2008-ra 95 ezerre csökkent vissza, akkor azért azt kell mondom, hogy azért van hova fejlődnie még vissza a településnek. És egyébként ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően most már eljutottunk oda, hogy közel 126 ezerre nőtt megint a vendégészaka szám a településünknek, folyamatosan jönnek a vendégek, természetesen a település ebből él, tehát nincs más útja a Tihanyban élő vállalkozásoknak, a Tihanyban élő embereknek, az önkormányzatnak, mint hogy turisztikai attrakciókat hozzanak létre, és a turizmusból próbáljanak meg megélni. Hát az előbb említettem, hogy mennyi védelem van ugye a Tihanyi félszigeten. Itt elképzelhetetlen, hogy ipari parkok, vagy áruházak, vagy bevásárlóközpontok valósuljanak meg. Erre nincsen lehetőség. Egy út van, a turizmus, de ezen belül is természetesen azért a mezőgazdaságnak is vannak olyan ágai, mint például a szőlőtermesztés és a levendulatermesztés, ami egyre inkább egyébként jövedelmet tud hozni a helyben élő embereknek és a vállalkozásoknak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a két ág, a levendula és a turizmus az, ami a jövőt jelentheti a település számára. Ebben a székben már elmeséltem egyszer egy vendégemnek, hogy az én nagymamám egy kicsi faluban élt, amikor még dívott az, hogy táblákat adtak az arra érdemeseknek, ki volt rá írva, hogy tiszta udvar, rendes ház. Ez egy kis alumínium táblácska volt, és mégis nagy becsben tartották. Adja magát a kérdés, hogy büszkék-e a tihanyiak arra, hogy egy olyan településen élhetnek, ami Európa hírű egyik oldalról, a másik oldalról pedig arra az eredményre, amit az önvezetésével 2006-tól elértek. Én úgy gondolom, hogy igen. A tiszta udvar, rendes ház már kiment a divatból, sajnos egyébként. Érdemes lenne egyébként visszahozni. Mi azzal pótoljuk, hogy már évek óta folyamatosan megszervezzük a Virágos Tihanyért versenyt, és oklevelekkel, komoly ajándékokkal díjazzuk azokat a vállalkozókat, családokat, nénikéket, akik a kertjeiket, az utcaportájukat rendezik, vagy a kerthelyiségüket az éttermeknek rendezik. Tehát ezzel is próbáljuk ösztönözni őket, hogy minél szebb arculatot próbáljanak meg varázsolni. Egyrészt, ami a közterületről látható, meg a belső udvarok is rendezettek legyenek. Tehát én úgy gondolom, hogy Tihany az elmúlt 2-3 évben azokat az nagyon szép eredményeket, amiket elért, annak is köszönheti, hogy a helyi emberek, a helyi vállalkozók is mellé álltak ezeknek az ügyeknek. Nagyon fontos volt egyébként, hogy amikor a Legenda projekt kapcsán ugye az önkormányzat gerjesztette igazából ezeket a nagy közterületi fejlesztéseket, de egy dominó elvnek megfelelően aztán beindult az, hogy a helyi vállalkozók is elkezdték a saját üzleteiket szépíteni. És nyugodtan mondhatom, hogy minden 1 forint támogatáshoz körülbelül 1 forint magántőke is párosult ezzel, hogy a magánberuházások elindultak, épültek, szépültek az utcaportálok, és így tudott kialakulni az a gyönyörű környezet, ami most Tihanyra jellemző. Igen, ami a töpörtyüknél kezdődik, és a nagypapákig, nagymamáig tart. Tehát jó úton járnak, nincs készségen felőle. Milyen terveik vannak? Tervünk nagyon sok van. Tehát azért ez a 25-30 évre előremutató fejlesztési stratégia, amit közösen 2012-ben megalkottunk, azért ez nagyon sok munkát hoz még egyébként a településnek. Azt nem mondom, hogy nekem, mert nagyon remélem, hogy ezt már nem nekem kell majd végigvinni a teljes munkát, mert azért már a harmadik ciklusomat csinálom, még talán egy ciklus benne van az emberben, de aztán jobb, ha az ember átadja a fiatalabbaknak egyébként a stafétát, de nagyon sok munka van még a településünkön. Tehát azért
egy 25 négyzetkilométernyi területről beszélünk, amikor a Tihanyi félszigetről beszélünk. És a legfontosabb feladataink most a Tihanyi rév és annak a környezetének a rendezése. Hiszen a 60-as, 70-es évek óta itt átfogó fejlesztés nem volt ezen a területen, és nyugodtan mondhatom, hogy még itt azért balkáni állapotok vannak. Itt elindult most egy tervezési folyamat, a régi épületek és az elhanyagolt épületek elbontását szorgalmazzuk, és egy új épület együttessel, a parkolók és a közterületek rendezésével szeretnénk létrehozni ezt az úgynevezett révi fogadókapu projektet, amelynek természetesen része a most is működő piac, amely az egyik leglátogatottabb eseménye egyébként a hétvégi termelői piac, amit a Rév környékén van a településünknek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része, és természetesen vannak már olyan programok is, amelyre már jogerős építési engedélyekkel is rendelkezünk, hogy egy sportcsarnokot létesítenénk az általános iskola udvarán, akkor a kerékpárút hálózatunkat szeretnénk tovább bővíteni, hogy a sajkódi település rész is részese lehessen a Balatont körbe vevő kerékpárút hálózatnak. A strandjainknak a fejlesztése is megérett már. Tehát nagyon sok olyan ötlet van, amelyet szeretnénk megvalósítani, de ehhez a források is kellenek. Tehát én nagyon bízom benne, hogy az a közel 300 milliárdos fejlesztési forrás, ami majd most rendelkezésre áll a balatoni programoknak a megvalósítására, innen a önkormányzatunk komoly forrásokhoz fog tudni jutni, és azok az álmok, azok a tervek, amelyet megcéloztunk, azokat meg is tudjuk valósítani belőle. Így legyen, ehhez kívánok erőt, egészséget, lesz dolguk bőven. Tiszta gondolatokat, és persze mosolygós szemeket, mert az is fontos. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. A kedves nézőink a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Tósoki Imre, Tihany polgármestere volt. Az apropója a beszélgetésünknek, hogy az Entente Florale Europe versenyen Európában Magyarországot Tihany település képviseli, és Kaposvár, de arról majd egyszer később. Maradjanak továbbra is velünk, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!